Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendége Marton Levente, történész, politológus, de most egy új oldaláról szeretnénk őt igazából megmutatni, aki zuglóban él, zuglóban dolgozik jó ideje, és közben gasztroblogger is, ugye? Vagy legalábbis, ahogy látom, egy-két könyvet is behoztál, elkalandoztál a történész-politológia szakiránytól a konyha felé. Hogy alakult ez? Az én életem mondhatni egy csupa elkalandozás, hogyha nagyon szigorúan vesszük, mert hogy annak ellenére, hogy én, mint említette, történész-politológus vagyok, és nemzetközi kapcsolatokat, legújabb kori egyetemes történelmet tanítottam, igen-igen hosszú ideig főiskolai adjunktusként, amellett az elkalandozás nem csupán a konyha meg a gasztronómia felé ment, hanem a média felé is, hiszen hosszú időn keresztül. Ráadásul én leginkább innen ismerlek a médiából. Hosszú időn keresztül kommunikációval, cikkírással foglalkoztam, hosszú időn keresztül a Metro később, a megboldogult Metropol napilapnak a szerkesztője, vezető szerkesztője voltam. Tehát valahogy én mindig hányottam a, mondhatni, a tudományos élet és a média között. Érdekes mondani, ez az én életemben nem jelentett kiegyensúlyozatlanságot, hanem sokkal inkább kiegyensúlyozta ezt a kettő egymást. Miért a történelem és a politológiával valami gond volt? Megváltozott a te nézeted? Vagy nem, a politikai viszonyok? Nem, a legkevésbé sem változott meg a nézetem. Úgy értem ezt a dolgot, hogy miközben az ember egész nap foglalkozik mondjuk médiával, történelemmel, tanít, kutat, oktat, elemzéseket készít. Akkor a 24 óra utána, fölött utána még egy kicsit főzni utána akar? Haza megy, és elkezd főzni. És a főzés az rendkívül nem, a legkevésbé sem, inkább ironikus szinten fejlesztem, amennyiben valaki olvassa a könyveimet, akkor jókat szokott derülni rajta, még akkor is, hogyha nem olvassa el a recepteket. Tehát akkor ez már ilyen beheriváros stílusú? Ez egy benyugtató stílus, azt mondanám, amikor egy stresszoldás volt, hogy hazamentem és elkezdtem főzni. És egyszer-kétszer Frank Júlia írt nálunk, és valamiért nem tudtam megírni a cikket, és mondták, hogy hát én amúgy is étvágygerjesztően szoktam mesélni arról, hogy főzök, hát akkor írjak egy cikket, és akkor így kezdődött el ez a cikk, úgyhogy ez tulajdonképpen nem is olyan új, mert kb. 10 évvel ezelőtt kezdődött ez el. Gasztrobloggernek pedig nem nevezném magamat, már csak azért sem, mert én amikor elkezdtem, akkor gasztroblogok még alig-alig léteztek. Én tulajdonképpen azt mondanám, kicsit paradox módon, hogy én egy nyomtatott gasztroblogger vagyok, hiszen az én írásaim hétről hétre egy nyomtatott termékben hétről jelentek hétre? Meg, hétről hétre, és mai napig is nyomtatott újságokban jelentek meg, megjelentett a Éva magazinban, Nőklapjában, jelen pillanatban például a HVG-ben, HVG-nek print és a HVG-nek az online oldalán is. Három könyvem van, kettőt találtam meg, kettőt hoztam be egyébként. Parancsolj, nézd meg, az egyiknek az a cím, hogy Ételmesség, a másiknak meg az a cím, hogy Konyhanyelv. És éppen most készülünk erről három másikra. Egyébként a főzéstőlem onnét jött, kaptam ajándékba egy rendkívül szép szakácskönyvet, amely elképesztően ételgerjesztő ételeket tartalmazott a fotók alapján, és pont akkoriban jutottam az első lakásomhoz egyetemista korom végén, amelyben volt egy kis kétjégős tűzhely, és a szüleimtől pedig kaptam ajándékba egy sütőt. És én egy ilyen technomán ember vagyok, szeretem kipróbálni a különböző kütyüket, ketyeréket, ezt, azt, és ha már az ember konyhájában hirtelen ott terem egy sütő, akkor hát normális, hogy azt elkezdjük használni. Na most hogy használjuk? Hát fűteni azért nem nagyon érdemes vele, ruhát szárítani, nem tökéletesen alkalmas macskát szárítani, még kevésbé sem, ezért hát sütünk benne. Úgyhogy akkor ott volt a könyv, amit születésnapomra kaptam. Egyébként a sütőt is születésnapomra kaptam, csak néhány héttel később. Ugye a kettő adta magát, a piac közelében laktam a Ferenc körúton, tehát csak föl kellett sétálnom a vásárcsarnokig, ahol megvásároltam bizonyos hozzávalókat,
és azokat elkezdtem sütögetni, és meghívtam óvatlanul, egyébként, mint később kiderült, óvatlanul meghívtam néhány barátomat, barátnőmet. Akik elkezdték dicsérni a főztelet? Akik viszont komoly függőségbe kerültek az ételkölteményeim, igen, ételkölteményeim, ezeket erősen időzőjelben lehet érteni, teljesen egyszerű dolgokat csináltam. És a tálalásra is az? Készítés? Hát most már azért egy kicsit jobban, de nem viszük túlzásba. Tehát nem csináljuk azokat, amit az előkelő éttermekben csinálnak, ahol ugyebár a füst sokkal nagyobb, mint a láng. De hát azért igyekszünk szépen damaszt, meg ilyesmi terítővel. Ezek az régi kis polgári hagyományaimból származnak. Na a lényeg az, hogy ugyebár rászoktak, vagy rám szoktak, ezt most nem tudom egészen mondosan elhatározni, majd egy nyelv. Lényeg az, hogy egyre többen jöttek, egyre többen, ami a következtében egyre többet főztem. Igen. És akkor aki főz, az ír is, meg eleve, aki ír. Hát én eleve egy literátus ember voltam, aki eleve írt, és akkor mondom, volt egy ilyen beugrás, hogy elkezdtem írni. Te is például a töltött káposzta dicsérete. Igen. Miért kell dicsérni ezt a töltött káposztát? Olvasd el valahol itt az első sorban, ahol igen, azt írom, hogy a töltött káposzta a magyar konyha lényege, esszenciája, veleje, alfa és omega, kezdet és vég, és ez kicsi az is, ami a kettő között van. És egy kicsi az is, ami a kettő között van. Látod, szinte fejből tudom. Tehát a lényeg az, hogy a töltött káposzta az nálunk kezdet és vég, és hogyha mi valaha gyors éttermeket nyitnak, akkor azok valószínűleg töltött káposzták lennének, d-vel a végén, ugyebár, mint kifőzdék. De hát ilyet valószínűleg kolozsvári, az miben különbözik a, nem tudom én, általunk megszokottól? Különbözik valamiben? Különbözik, de nem kell azt hinni, hogy óriási a nagy különbség. A kolozsvári töltött káposztának a hírét egyébként Dériné vitte el elsősorban, aki sokáig játszott Kolozsvár városában. Tudjuk, ott épült az első magyar kőszínház, zárójelben szülővárosom. Uh-huh. És meg aztán Miskolcon, ha jól tudom. Uh-huh. Miskolcon is, 1800. Miskolcon is, igen. Kőszínháza. A Miskolci, igen, de akkor már megépült a pesti. Aha. Akkor már megépült a pesti. Tehát az első kőszínház az Kolozsváron épült, ami persze felvált egyébként a németek és a magyarokkal, a város német és magyar lakossága használta. De a lényeg az, hogy ő volt az, aki ódákat zengett, és hát ha valaki tudott ódákat zengeni, akkor tudjuk, hogy Dériné tudott, legalábbis a leírásokból, és ő ódákat zengett a kolozsvári töltött káposztára. Most valóban a kolozsvári töltött káposztának van némi különbsége, például az, hogy tesznek bele csombort. Ez mi? A csombor. A csombor ez most már egyre jobban ismert Magyarországon is. Lelpiacon lehet kapni. Örülök, hogy nem nekem kellett rámutatnom. Van önkritikám azért. Jó irány a fejlődés. Én meg udvarias vagyok, úgyhogy nézd meg, a tökéletesség olyan szintjét érjük el ketten, hogy az már fokozhatatlan tulajdonképpen. Tehát a lelpiacnál lehet kapni egyébként lestját. A lestján az egy... Ja, hogy ez ugyanaz? Mit mondjak, egy ehhez hasonló. A lestján már tudom. Tehát ez ugyanaz. Aha. És csombort is. Aha, ja, hogy az na most hasonló. A lestján meg a csombor, ez két tipikus erdélyi fűszer, illetve erdélyivé visszaszorult fűszer lévén, hogyha megnézzük Emma asszony meg a többi ignótusznak a gyűjteményeit, ami még az első világháború előtt keletkezett, akkor látjuk ám, hogy bőven használtak ezeket a növényeket, csak amikor Trianon következett, akkor nem csak az ország ment össze, hanem sajnos a gasztronómiai ízlésünk is összement, hiszen a csikos pásztor, paprikás konyha lett az, ami nekünk úgy igazából megmaradt, miközben az a sok-sok íz, amivel a felvidéki keveredések, az erdélyi keveredések gazdagították a konyhát, azok eltűntek. Én például, amikor ilyen könyveket olvasok, amelyek tízes években jelennek meg, vagy még korábban, most tekintsük el a cifrától, amit nagyon beszéltek, hanem egyszerű háziasszonyi gyűjteményekről, akkor én döbbenten nézem, hogy olyan, nyilvánvalóan, hogy tisztes középpolgári asztalságokról van szó, nem pedig a téglagyárba robotoló hölgyekről,
Tehát olyan ételeket és olyan hozzávalókat használnak, amelyek ma nem csak hogy ismeretlenek, de szinte a luxus érzetét képezik. Na most, akkor, hogy befejezem röviden egy mondattal, tehát a kolozsvári káposztába teszünk, lehet tenni csombort, lehet tenni... Ettől lesz más íze. Igen, ráadásul habarást is szoktak tenni bele, amitől az egész egy ilyen kis krémes, krémszerű káposzta lesz. És... van még, hogy mondjuk ez nem csak Kolozsvárra jellemző, de ott még tovább is megőrződött, hogy sokszor, hát gondoljunk bele, hogy mivel készül a töltött káposzta? Ugye rizssel. Na most, mindig rizssel készül a töltött káposzta? Hát vagy gerslivel? Kisebb esetben gerslivel, de bele gondolunk, a rizs az a 20. század elejéig, ez egy luxus termék volt. Hát igen, igen nehéz elképzelni, az 1800-as évek elején a hajduk nekiálltak ugye rizst tenni a töltött káposztájukba. Vagy a hajdúnék pontosabban. Hanem kukoricadarával készül. Tehát az igazi magyar töltött káposzta, az tulajdonképpen kukoricadarával készül. Ez nem, ez a hagyomány, ez rizssel írja, de megjegyzem benne egyébként, hogy kukoricadarával készül, amely hasonlóképpen képes megdurulni. Hát gondol a bulgurra, ami kicsit ahhoz hasonlít, csak ugye azt kukoricával készül, és egészen más ízt ad neki. Hát rengeteg dolgot tudnánk mesélni, még a másik könyvet a kezembe se vettem, de szerintem ezt folytatjuk legközelebb. Marton Levente, köszönjük, hogy eljöttél a stúdióba. Köszönöm a meghívást.